Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk a digitalizáció az agráriumban. Annál is inkább fontos ez, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy felgyorsult a világ, és hát nem maradhatunk le mi magunk sem. Szerencsére azonban a Magyarországon korán gondolkodtak már erről, hiszen az agrárinformatika munkacsoport már működik, és már nem egy-két, hanem jóval több éve. A munkacsoport vezetője Varga Péter, tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Óriási kihívás egy ilyen munkacsoportot vezetni, annál is inkább, mert a személyes tapasztalatom is az, hogy a digitalizáció mindeddig helyek közel elkerülte az agrárium szereplőit, hiszen ott volt a föld, ott voltak az állatok, az alapmunkák, amelyeket évszázadok óta ismerünk, az elvégezhető volt. Tehát ez egy rendkívül fontos stratégiai irány. Kezdjük az alapját, hogy mit tette szükségessé a digitalizáció szerepét az ágazatokban? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy évszázadok óta benne van az adathasználat a mezőgazdaságban. Nyilván nem digitális adathasználat volt, de az ember, ha így visszagondolunk, vagy elgondoljuk, hogy mindenféle hagyományok és dátumokhoz kötődő események vannak a termelésben, ugye, hogy melyik nap, milyen az időjárás, illetve mit tesznek az állatok, ahhoz képest milyen lesz majd a termés és hasonló. Ezek mind megfigyelésen alapulnak. Ezek tulajdonképpen adatok megfigyelésén alapultak, és ugye az emberi agy, az emberek gondolkodása és az egymásnak átadott információkból jöttek létre. A helyzet az, hogy ugye az elmúlt évtizedekben sokkal több adat keletkezik, és ugye ezek az adatok nagyon sok mindent le tudnak írni. Azt szoktam mondani, hogy igazából mindent le tudunk írni adatokkal, és mind a növények, mind az állatok tekintetében. Ezeket az adatokat viszont föl kell tudni dolgozni. Tehát most már nem elég az, hogy az ember látja a kijelzőket, és látja a szenzoroknak az adatait, vagy az időjárás adatokat. Szükséges valamiféle digitális eszköz, hogy ezt a sok adatot összegyűjtsük, feldolgozzuk, és utána megint szükség van az emberre, mert nyilván a feldolgozott adatokat értelmezni és a döntéseket meghozni, ezt az emberek fogják. Bár majd lehet, hogy beszélünk erről, hogy vannak olyan kísérletek, hogy kiiktassuk az embert. Lehet, hogy ez valamikor el fog jönni, de most még nem ez a... Mikor derült ki, hogy a digitalizáció elkerülhetetlen? Hiszen ha körbenézünk a világban, akkor nyilvánvaló, hogy voltak nálunk és vannak is fejlettebb országok, akik ezt már sokkal korábban elkezdték alkalmazni, és óhatatlanul is őket kellett valamilyen szinten, ha nem is utolérni, de versenytársnak tekintve ugyanazt tenni, amit ők. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy már a rendszerváltás előtt elég komoly szerepe volt a digitalizációnak a magyar mezőgazdaságban. Technológiai értelemben ugye az állattartás volt, és az üvegházak azok, ahol az első nagy digitális fejlesztések voltak. Utána volt némi időben némi szakadás. Ugye a rendszerváltás előtt nagyon komoly adatgyűjtés is folyt a mezőgazdaságban, és ebből ugye akkor teljesen más struktúrájú volt az ágazat. Gondolok itt a TSZ-ekre és állami gazdaságokra, és ebből központi döntések születtek ezekből az adatokból. Ugye a precíziós eszközök, ami főleg a hely meghatározásnak az olcsóvá tételéből keletkezett, tehát a precíziós eszközöknek az elterjedése, ez a digitalizációnak mondjuk így a második hulláma, ez kb. 10 évvel ezelőtt indult el. A magyar mezőgazdaságban is megjelentek azonnal ezek az eszközök, és tulajdonképpen eszközszinten jól állunk. Tehát azok a traktorok, azok a munkagépek, erőgépek, más eszközök föl vannak szerelve digitális részekkel. A kérdés az, hogy eljut-e ezekből a digitális eszközökből az adat a döntéshozásig, vagy nem jut el. Ugye nekünk a legnagyobb lemaradásunk itt van. Amikor a digitális jólét programon belül elindítottuk a digitális agrár stratégiának az elkészítését, tehát fölállt ez a bizonyos munkacsoport, akkor rögtön az első megállapítások pontosan ott voltak, hogy ma a digitalizáció gátja, az nem a technológia,
hanem tulajdonképpen az ember. Az ember. És hogy a legnagyobb erőfeszítéseket és a legtöbb fejlesztést azt az emberekben kell meghozni ahhoz, hogy ezt a technológiát jól használják. Tehát előnyére használják mind az ágazatnak, mind a természetnek, ugye ez az ágazat viszonylag közel áll a természeti erőforrások felhasználásához, és jól használják a fogyasztók érdekeiben is, tehát hogy akik ugye a mezőgazdaság végtermékeit ugye elfogyasztjuk, azok valóban egészséges élelmiszert tudjanak fogyasztani, vásárolni. Ugye ez a munkacsoport végig gondolta a teljes folyamatot. Tehát megnéztük a termelést szintjét, megnéztük az üzemeknek a szintjét, és megnéztük a termékpályák szintjét, ami ugye a termeléstől az asztalunkig terjed, és megnéztük azt, hogy az adatokkal hol keletkeznek, mi történik az adatokkal, és megnéztük azt, hogy mi történhetne. Tehát mire lenne ahhoz szükség, hogy ezek az adatok, ami lassan elérik ugyanazt a, szokták is mondani, hogy az adat az új kőolaj, tehát az adat, mint erőforrás, hol illeszkedik be a mai rendszerbe, és hol kéne, tehát milyen pluszt hozhatna, hogyha ezeket az adatokat jól tudnánk felhasználni. Tehát a pénz, paripa, fegyver megvolt, egyedül az hiányzott, hogy a feltérképezni, hogy maga a gazda alkalmazza, illetve miként alkalmazza a megszerzett tudásanyagot. Igen. Hogy lehetett erre rábírni, arra sarkalni a gazdákat, hogy a saját érdekükben is kezdjenek el tanulni, hiszen ez tanulható bizonyos értelemben. Igen. Megvoltak-e az eszközök erre? Azt tudjuk, hogy az agrárstratégia a 4 esztendő alatt az első időszakban ugye 300 milliárd forinttal gazdálkodhatott, illetve az ágazat kibocsátása annyival nőtt, tehát az azért nagyon-nagyon fontos. De tudták-e használni az első időkben? Hát, tulajdonképpen egyet most két dologról beszélünk. A digitális agrárstratégia, ugye ezt tavaly fogadta el a kormány, tavaly augusztus 1-én, és most fog forrást kapni. Tehát mi még most kezdünk el gazdálkodni azzal a pénzzel, reményeink szerint, amit a kormány megítélt ennek a feladatnak az elvégzésére. A digitális, illetve bocsánat, az agrárstratégia, tehát ugye azok a források, amiket a közös agrárpolitika keretében elkölthetünk, tartalmazzák azoknak az eszközöknek a beszerzési lehetőségét, ami ma a gazdáknál vannak, viszont nem tartalmazták, ugye ez a vidékfejlesztési programnak hívják ezt a stratégiát, nem tartalmaztak elegendő tudás megszerzési lehetőséget, illetve a digitális területen nem tartalmaztak elegendő tudás megszerzési lehetőséget. A digitális agrárstratégia keretében ugye most fog elindulni a Digitális Agrárakadémia, aminek pontosan az a fő feladata, hogy ismeretterjesztő szinttől egészen, hát terveink szerint ugye a master fokozat megszerzéséig, minden szinten megadja a lehetőséget a digitális, illetve én azt mondanám most már inkább, hogy az adat felhasználásának, összegyűjtésének felhasználásának szükséges tudás megszerzéséhez. És egy dolgot még kiemelnék, hogy itt nem csak a gazdának kell tanulni. Tehát nagyon fontos, hogy a termelők értsék, legyenek adattudatosak, értsék az eszközöket és azt, hogy azokból a kijövő adatot hogyan használom föl. De ugyanez a tanulási folyamat a termékpálya minden szereplőire igaz. Tehát a kereskedőkre, az élelmiszerfeldolgozókra, és arra a szabályzó közigazgatási rétegre is, akik ugye a szabályzási környezetet alkotják meg az ágazat működéséhez. Ugye ebben is nagyon sok tanulnivaló van. Úgy hónapban fogadta el a kormány ugye a mesterséges intelligencia stratégiát. Ebben egy újabb kezdeményezés, vagy egy újabb feladat hárul az ágazatra, mert létre kell hozni az úgynevezett agráradat keretrendszert. Ez a keretrendszer biztosítja azt, hogy az a rengeteg adat, ami a termelőktől beérkezik a közigazgatásba, hiszen folyamatosan adatot szolgáltatnak a termelők, mindenféle monitoring jelentések, támogatásigénylés, kamarai tagság, stb.
Ezt az adattömeget hogyan tudjuk visszaadni felhasználható módon egyrészt a termelőknek, hiszen az állam ezeket gyűjti, föl is tudná dolgozni termelési szempontból is, illetve a termelő hogyan tudja átadni mondjuk a saját adatait a bankjának, az integrátorának, tehát hogy ne kelljen ugye többfele adatot szolgáltatnia. Mert ma egy termelő közigazgatásnak ad adatot, támogatásigényléshez ad adatot, kamerának ad adatot, az integrátornak ad adatot, a bankjának ad adatot, tehát tulajdonképpen a termelő folyamatos adatszolgáltatást végez a termelés mellett. Ezt nagyban le lehetne egyszerűsíteni, ráadásul ezeket az adattömegeket föl lehetne úgy dolgozni, hogy megfelelő tanácsokat lehetne adni a termelőknek a termelésükről, illetve a termelésükhöz, hogy azok a hatékonyságát tudják javítani. Hát létrejött ebben a mesterséges intelligencia stratégia keretében létrejött a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, és ennek az ügynökségnek tulajdonképpen az a feladata, nem csak az agrárigazatra jött ez létre, hanem a teljes magyar közigazgatása, de az agrárigazaton belül az a feladata, hogy ezt az agráradat keretrendszert létrehozza, és megpróbálja az adattömeggel, az adattömeg feldolgozásával segíteni a termelőket a saját működésük hatékonyságának javításában. Egy önnek készült interjúban úgy fogalmazott, hogy két rendkívül fontos feladatot határoztak meg, és ebből az egyik a kompetenciafejlesztés, amelyen belül az ismeretterjesztés eszközrendszerét jelölte meg. Ezt hogy értsék a gazdák, hogy értsük mi? Hát ez a Digitális Agrárakadémia. Ez a Digitális Agrárakadémia. Ami digitális felületen is meg fog jelenni nyilván, de itt egy kicsit ugye a név az nem pontosan írja le. Ennek a célja az, hogy a digitális világba bevezesse azt, aki érdeklődik. Ahogy mondtam, az ismeretterjesztéstől fölfele, tehát hogy itt lehessen hát kérdezni, lehessen megismerni anélkül dolgokat, hogy az veszteséget okozzon a gazdának, tehát hogy ki tudja próbálni. Ugye fölépítettünk egy olyan tanácsadási szisztémát a Győri Egyetemmel közösen, ami hogyha forrást fog kapni, akkor a gazdáknak lehetőségük lesz a saját környezetükbe kipróbálni ezeket az eszközöket. Még nem kell megvenni, nem kell beszerezni, hanem egyszerűen ki lehetne próbálni. Megfelelő digitális tanácsadást kaphatnának, hogyha el tud indulni ez a program, ahol szintén a saját üzemükre nézve megismerhetik a lehetőségeket, illetve azt, hogy ezzel milyen hatékonyságnövelés érhető el. Tehát a kompetencia fejlesztés első lépcsője ez a Digitális Agrárakadémia, de nyilván a Digitális Agrárstratégia tartalmaz egy jó pár kezdeményezést a szakoktatás, a felső oktatás fejlesztésére is. Tehát például az új Szent István Egyetem, ugye a Gödöllői Egyetem megújítása kapcsán nagy hangsúly fektetnek arra ennek az új egyetemnek a létrehozói, meg az új tananyagok kidolgozásánál, hogy az adat, illetve a digitalizáció az hogyan tudna ebbe az ágazatba beintegrálódni. Ugyanakkor a megszerzett tudás akkor hasznosítható, ha maga az a rendszer is rendelkezésre áll, ami ezt segíti, ami az alapja. Erre történtek-e már intézkedések, vagy vannak-e elképzelések, hogy miként juthat hozzá az a gazda? Tehát a gazda megtanulja, addig rendben van, de viszont ez tetszik, nem olcsó történet, semmiképpen sem. Tehát igen, ehhez valamiféle eszközfejlesztési támogatás mindenképpen kellene, hogy legyen. Hát ugye ez egy elég bonyolult, és nem annyira digitalizációtól függő helyzet. Ugye a közös agrárpolitika, azt tudjuk már, hogy 2021-től ugye a digitalizációt központi helyként, illetve horizontális feladatként kezeli, tehát magyarul minden tevékenységbe fontosnak tartja, hogy az adat és a digitalizáció, az adatkezelés és a digitalizáció megfelelő helyet kapjon, és az ehhez szükséges támogatások elérhetők legyenek. Ezen dolgozik is az Agrárminisztérium, tehát ugye készül Magyarország közös agrárpolitika stratégiája, amiben
a digitalizáció, adatkezelés és a hozzá kapcsolódó támogatások bele fognak kerülni. Azonban ugye tudjuk, hogy a következő két évben egy úgynevezett átmeneti időszak lesz, amikor még a régi stratégiai tervek, nevezetesen ez a vidékfejlesztési program Magyarországon, vannak érvényben, tehát nem lép még be az új támogatási rendszer, de mi úgy tudjuk, hogy a digitális jólét program az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérszervezeteként működik, tehát nem az Agrárminisztériumhoz tartozunk, de úgy tudjuk, hogy az Agrárminisztérium gondolkodik erőteljesen azon, hogy hogyan lehetne ezt az eszköz szükségletet támogatásokkal hát fölgyorsítani, hogy minél több eszköz rendelkezésre álljon, de, és itt szerintem ez a de, ez nagyon fontos. Alapjába véve mi azt tanácsoltuk a döntéshozóknak, hogy olyan helyre tegyék az ilyen támogatásokat, ahol megvan az emberi, szükséges emberi tudás, megvan a kompetencia. Tehát, hogy elkerüljük azt a csalódottságot, hogy ugyan megvettem a digitálisan felszerelt traktort, és hozzá a kapcsolódó munkagépet, amely képes a speciális tevékenységekre, tehát a menedzsment zónák kezelésére, stb. De önmagától nem működik. Tehát kell hozzá a tudás. Tehát, hogy valamiféle olyan szaktanácsadási rendszerrel kössék össze ezt a támogatási rendszert, hogyha valaki vásárol egy ilyet támogatással, akkor meglegyen hozzá a szükséges tudás, vagy meglegyen az a hely, ahonnan ezt a tudást meg tudja szerezni. Ebben mennyit segíthet az az új agrártudás és innovációs rendszer, amelyet a nemrégiben ugye Jakab István, a MAGOSZ elnöke november 10-én volt egy konferencia, ahol szorgalmazta, hogy ezt indítsák el mi hamarabb. Hát nagyon. Tehát ugye az innováció az tulajdonképpen egy folyamat. Ugye megvannak azok a helyek, megvannak azok a műhelyek, ahol az új, innovatív termékek, szolgáltatások előállnak. De ugye a legnagyobb feladat az innovációban az, hogy ezeket az új eszközöket, megoldásokat, szolgáltatásokat kivigyük a termelőknek. Kivigyük azoknak, akik ezt föl tudják használni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első része, amíg előállnak innovatív eszközök és megoldások, ez a könnyebb fele a feladatnak, a folyamatnak. A nehezebb fele, a munkásabb fele az az, hogy ez hogyan tud elterjedni, hogyan tud a mindennapokba bekapcsolódni. Ugye nagyon érdekes Magyarországon, hogy van egy úgynevezett DESI index, ezzel méri az Európai Unió az egyes tagállamoknak a digitális fejlettségét. És Magyarország nagyon jól áll ebben a DESI indexben, az eszközök tekintetében, a hálózatok tekintetében, az elérhető szolgáltatások tekintetében. De nagyon rosszul áll a felhasználás tekintetében, tehát a Facebook és hasonló társai, bocsánat, ilyen terméknevet említek, tehát hogy a közösségi média és a hasonló tekintetében nagyon jól állunk. Igen. De már az internetbanknál, a vásárlásnál és a vállalkozások digitális eszköz használatánál elkezdünk zuhanni, és bekerülünk az utolsó 10%-ba az országok között. Tehát látszik, hogy egy nagy tudás hiány alakult ki a digitális eszközök és megoldások értékteremtésébe való felhasználáskor. És hogy az innovációs folyamatnak erre kell ma Magyarországon elsődlegesen összpontosítania, hogy a piacon meglévő digitális eszközök, szolgáltatások felhasználását a vállalkozásoknál, így az agrárgazdaságban is, tehát az agrárvállalkozásoknál is, föl tudjuk gyorsítani, hogy minél több, nyilván ott, ahol ez szükséges, tehát hogy ezt is el kell dönteni, tehát hogy ez nem az a cél, hogy mindent telepakoljunk robotokkal, hanem az a cél, hogy ahol ez profitot tud termelni, ahol hatékonyságot tud növelni, ott használják ezt a vállalkozók. Ehhez kell az ő nyitottságuk, kell az ő motivációjuk, hogy szeressenek hatékonyságot növelni, vagy kívánják a hatékonyságnövelést.
kell a tanácsadás, amiről Jakab István is beszélt, kellenek azok a megoldások, amik egyébként a piacon elérhetők, és kell az az oktatás, amit mi most Digitális Agrárakadémiának hívunk, de nyilván ez egy sokkal szélesebb folyamat, sőt, hát nagyon sok helyen elérhetők ezek a tudásanyagok, tehát hogy nem kell ez egy külön akadémiát létrehozni, ha valaki leül az internet elé, nagyon sok mindent ma is elér. És ez a sok-sok minden egymásra épül voltak éppen, és nem megy egyik pillanatról a másikra, tehát illúzióink ne legyenek. Nem, ez egy folyamat lesz, és ebben a folyamatban tanulnunk kell, mindenkinek tanulnia kell, a közigazgatástól a termelőig, illetve az élelmiszeripartól a beszállítókig tanulni kell. Nyitottnak kéne lenni ugye a változásra. Ugye nagyon sokszor megkapjuk azt a visszajelzést, hogy de hát a gazda megáll a termőföld szélén, és ránéz a gabonára, kukoricára, vagy az állatra, ugye az istálóba, akkor ő mindent tud. Én ezt nem vitatom. Tehát sok mindent tud, és az intuíciónak, a megérzésnek továbbra is nagy szerepe van. De ha a gazda szemét meg lehet sokszorozni egy drónnal, vagy meg lehet sokszorozni egy precíziós eszközzel, vagy lehet azt mondani, hogy ezentúl nem azt mondom, hogy erre a táblára ennyi kiló műtrágyát kell kiszórni, és akkor az egész táblán elterítem azt a műtrágyamennyiséget, hanem azt tudom mondani, hogy erre a 10 négyzetméterre 5 kilót szórok ki, a következő 10 négyzetméterre a talaj állapotának megfelelően csak 3 kilót fogok kiszórni, mert hogy ott bőven elég. Tehát egyszerűen azokat a... tehát ez több, mint az, hogy én megállok a tábla szélén. Nyilván a drónok által, az eszközök által gyűjtött adatok ott lehetnek a gazda kezében, amikor megáll a tábla szélén, vagy a szaktanácsadó kezébe. Ugyanúgy megállhat, ugyanúgy ránézhet a növényre és állatra, de véletőleg sokkal többet fog tudni. Mert látni fogja, hogy az a növény azon a 10 hektáros táblán egyik felébe valamilyen hiánnyal küzd, a másik felébe valamiből több van neki, mint ami kéne. És be is fog tudni úgy avatkozni, hogy a tábla egyik felét másképp műveli meg, mint a másik felét. Ezt azért az eddigi módszertannal, az eddigi termelési eszközökkel nem tudta megtenni. Ez világos. Összefoglalva, jó úton járunk? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát jó úton járunk. Ugye ez hozzá kell tenni még azokat a környezeti terheléseket is, amivel ugye mindig kritizálják a mezőgazdaságot, hogy nagyüzemi mezőgazdaság, nagy táblákon dolgozunk, valóban nagy táblákon dolgozunk, sok műtrágyát használunk, ez már nem igaz, sok növényvédőszert használunk, ez sem igaz, de hogyha minden beavatkozást a növények és az állatok igényei alapján fogunk megtenni a precízen, ugye ezért precíziós mezőgazdaság, mert hogy precízen az ő igényeik, tudjuk mérni az ő igényeiket, precízen be tudunk avatkozni, és tudjuk mérni az eredményt, a beavatkozás eredményét, akkor minimalizálni tudjuk a környezeti terhelést. Ez megint csak egy jó út. Ezzel el tudunk odáig jutni, hogy akár a növények, állatok, illetve hát a termékek, ugye, amik elkészülnek, beltartalmát is tudjuk szabályozni, illetve hozzá, tehát sokkal közelebb tudunk jutni a beltartalom szabályozásához, tehát a fogyasztók számára egészséges, illetve a fogyasztók igényei által előállított termékekig el tudunk jutni. Én azt hiszem, hogy ez jó út. Szántóföldtől az asztalig. Szántóföldtől az asztalig. Köszönöm, hogy megtisztelt, és ehhez kívánok önnek jó munkát. Nincs kétségem felőle, lesz benne része. Jócskán. Köszönöm szépen. Önnek és munkatársainak is. Kedves nézőink, én pedig szintén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra.